Oké, akkor elvileg minden megy. Jöhet a Kütyüteó intro? Jöhet, haver! Kütyüteó külön kiadás. Így van, sziasztok! Hagyják, hogy beszélünk amúgy. Ja, itt van Laci, yeah. Ne, egyből 40-en lettek, nézzük, hogy megjöttél. Nem hiszik el ők sem a rózsaszín pólómat. Na, Kütyüteó, figyeljetek, aki most keveredett ide, az nehogy azt higgye, hogy ez egy kibaszott reklám lesz, mert én is tudom, hogy milyenek a reklámok. Nem lehet letakarni valahogy a... nem mutatom meg a márkáját, csak az, hogy mindenki kíváncsi lesz a márkájára, mert ez túl jó cucc. Volt már neked olyan, hogy vettél valamit és annyira beleszerettél, hogy azonnal lesokkolódtál, hogy végre valami nem kamu. Nem azt írják, hogy ez mindent tud, és közben egy szar fos kínai, mert most mindent úgy szoktak reklámozni, hogy ez megváltja a világot. Ez kurva jó. Ez a kereskedelmi piacon elérhető legjobb, legtartósabb, megveszed, és akkor kiesik a kezedből, mert egy szar sem ér. És én tegnap úgy jártam, hogy valamiért kiadtam 3000 forintot. Annyira megörültem neki, hogy meg szeretném ezt veletek osztani, hogy mekkora jó cuccot rendeltem. Megvan az az érzés, amikor szeretnél biciklizni, és tötyörögnek előtted az öreg mamák. Igen. És szeretnéd őket leüvölteni a faszba. De te egy jó nevelt úriember vagy, és nem üvölteted le az öregmamákat a faszba, mivel nekik is van joguk használni a kerékpárt, a kerékpársávot, csak az a baj, hogy ők nem úgy használják, hogy ezt értelme lenne, és kellene használni. Ismerős. Hanem egymás mellett mennek, és arról beszélnek, hogy mi mennyibe kerül a piacon, meg hogy a kígyó borka most a Marikánál olcsóbb 50 forinttal, és mennyire megírja oda elmenni. És hogy tudtad, hogy meghalt Józsi. És akkor erről beszélgetnek az meg egymás mellett a bicikliúton közlekedve, te pedig mennél 30-al egy normális értelmezhető biciklis tempóval, és nem tudod őket leüvölteni, mivel jó nevelt vagy. Én azt szoktam csinálni jobb hiány, hogy kikerülöm őket és csengetek. De az a baj, a csengőt nem hallják meg, mi a 30-al mész. De meg is ijednek tőle, az a baj. Meg is ijednek tőle, hát ettől is. Mindegy. És akkor egy elkezdek össze rászkodni, és az a baj, hogy nincs jó megoldás. Nekik is van joguk használni a kerékpársávot, meg a biciklisávot, meg a bicikliutat. Nekik is van joguk, csak az a baj, hogy egymás mellett mennek és arról beszélgetnek, hogy mi újság volt a piacon. Ideig elektromos csengőm volt, de az sem működött normálisan, mivel szargagyi volt. Egy ilyen nagy batárszalság volt, amivel szoktam fütyülni. Hát az a nagy cucc, ami ilyen ekkora kis doboz, és kurva hangos. Megnyomod, és akkor így, hát nem is tudom, milyen hangja van, ilyen nem sípol, hanem így visít. Mindenki azt hitte, hogy madár, mivel úgy csipol, azt fogod most lecserélni? Mindenki úgy... Ez rohadt jó. Hogyha az rohadt jó volt. Ó, ne! Ne. Mindenki azt hitte arra, hogy az ideges madár, mivel úgy csinált, hogy visított, mint egy ideges csiripelő madár, aki nem vesz levegőt. De azt meghallott 100 méterről. Meghallott 100 méterről, de nekem Szakhalmon meg nem egyszer volt olyan, hogy felfele néztek a csajok. Én meg nyomom mint süket a csengőt, tehát nyomom, meg hallották, hogy jövök, de nem tudták, hogy mi az. Mivel keresték a fán a madarat. Vásároltam 2 új külsőt a bringára, igen. És körülnéztem a boltba. Találtam egy másik alternatívát erre a megoldásra. 3000-et megér, vettem egy másik elektromos csengőt, amire az van ráírva, hogy 130 decibel. Az mennyi? Sok. Mennyi egy láncfűrész? 60. Tényleg? Igen. Ezt csak hallgatjuk élőben? Meg. Ta-da-da-da. Ekkora az egész, bazd meg. Azt, ez rohadt kicsi amúgy. Ekkora az egész. Nem is látszódik a márkája, úgyhogy tök jó. Hát ott van az elején, de majd letakarjuk. Mi a márkája? Nincs is márkája. Bicycle Electronic Horn, ez a márkája, haver. Világmárka, nem ismered, fiam? és itt van a... Ó, milyen kis csinos. Itt van a készülék, 5 hangja van, és mindegyik durvább a másikének. 5 fajta hang? 5 fajta hangot tud. Ó, bazzeg. 5 fajta hangot tud, és nem tudom, hogy kéne megmutatni, de én ezzel nagyon meg vagyok elégedve, bazd meg. Ez teljesen a másikhoz képest tök kicsike egyébként. Én beleszerettem, bazd meg. Szofisztikáltan néz ki. Brutális. Belehallgassunk? Rajtunk van füles, szóval nekünk valamennyire szűrni fogja a hangot. Nem fognak nézők megsegíteni, hogy lejjebb húzzuk a mikrofonokat? Vagy... Szerintem ne húzzuk lejjebb, mindenki a saját felelősségére döntse el, hogy mennyire ijedős. Ez olyan, mint a kínai sportmárkájú zokni. Igen, van ilyen márka, sport, meg hogy fashion, tudod? Az a csak, hogy fashion. Meg fogom mutatni mind az 5 hangszint. Mindenki a saját üléhez mérten most halkítsa le a készüléket, jó. Vagy ne. Ebbe az a kurva jó, hogy változtatja a frekvenciáját. Aha. És ezt észreveszed, bazd meg. Kezdhetjük. Félek egy kicsit. Az durva lesz? Nem. Füles nélkül nagyon hangos, bazd meg. Érzed, hogy bassz a hang? Ja, itt érzem a dobpártyámon belül. A nézőknek nem hallatszódik annyira. Hát. Várjál. Ez a második hang. Na, erre már nem hiszik, hogy madár. Jó vagy. a kialakításából mérten, ez a hang egyenesen megy, bazd meg. Ja, hogy ez egy irányba megy. Ez egyenesen megy. Nem, ez akkor úgy... rárányítod valakire, és akkor így lehet rá lőni. Így van. Közben le kell venni a izére, akkor már is nénikre így ráirányítod. Hát előre kell, hogy nézem, vedd le a füles, megnyomom arra, figyelj. Annyi, hangos, de nem vészes. Most rád irányítom. Érzed? Ez a hang előre megy, nem hátra. Végre valamire el lehet mondani, hogy ez előre megy, nem hátra. Ez basz. Kurva jó. Lacinak a legjobban elköltött 3000 forintja valószínűleg.